Lecsengőben a harmadik hullám és újabb Pfizer vakcina szállítmány érkezett ma Magyarországra. Erről is lesz szó mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. A MÁV és a Volánbusz peronjain sem kötelező már a maszk viselése. A város szerte hallható vadvédelmi gázágyúk miatt indult aláírásgyűjtés. És ismét termelői piacnak adott otthont az ordas köz. A Városi Televízió keddi híradóját látják. Jó estét kívánok! Nem lesz minden nap sajtótájékoztató, az operatív törzs legközelebb csak pénteken fog a kamerák elé állni. A mai tájékoztatón elmondták, lecsengőben a harmadik hullám, továbbá arra is kitértek, hogy több mint 300 ezer Pfizer vakcina érkezett ma is az országba. A koronavírus járvány harmadik hulláma visszaszorulóban van, így az operatív törzs készültségi fokozatban folytatja a munkáját, vagyis nem fognak minden nap sajtótájékoztatót tartani, mondta Kis Róbert. A rendőr alezredese a beutazási szabályok változásáról is beszélt. A beutazási korlátozások a továbbiakban sem terjednek ki a teherforgalomban történő határátlépésre, akár tranzitálásról, akár magyarországi úti célra történő beutazásról van szó, a hivatalos, illetve a szolgálati célú beutazásra. Az olyan személyekre, aki a koronavírus betegségen átesett, 6 hónapon belül van, arra a személyre, aki a határátlépés során védettség igazolványát be tudja mutatni, illetve arra a személyre, illetve a vele együtt utazó felügyelete alatt álló 18. életévét be nem töltött kiskorúra, aki olyan ország által kiállított védettségi igazolványra rendelkezik, amely védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodás kötött Magyarországgal. A szennyvízadatokból azt látják, hogy országos átlagban csökken a koronavírus örökítő anyagának a koncentrációja Magyarországon. Erről már Galgóci Ágnes beszélt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője szólt a vakcinákról is. Aki még nem tette meg, az regisztráljon a vaccinainfo.gov.hu-n. Itt szeretnék külön szólni a külhoni magyarok részére, akik szintén már a vaccinainfo.gov.hu-n regisztrálhatnak védőoltásra. Akinek már Magyarországon érvényes regisztrációja van, azok külön értesítés nélkül közvetlenül foglalhatnak időpontot az est.gov.hu oldalon a védőoltás igénybevétele céljából. Még 500 000-an vannak azok, akik már regisztráltak, de még nem éltek az oltás lehetőségével, kérjük, hogy foglaljanak időpontot. Az EEST rendszerén keresztül most Pfizer, AstraZeneca, Sputnik és Sinopharm oltásokra lehet időpontot foglalni. Ma 334.620 adag Pfizer vakcina érkezett Magyarországra, ezek közül 175.000 adag felhasználható elsőkörös oltásokra. Az országos adatok szerint 164 az új koronavírus fertőzöttek száma, és elhunyt 21 többségében idős, krónikus beteg. A helyi adatok szerint péntektől hétfőig nem történt változás sem az igazolt betegek, sem az igazolt beteggel találkozók számában. Mától nem kell időpontot foglalni a kormányablakokban, okmányirodákban, valamint a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon. Újra lehet át ügyet intézni sorszámhúzással. Aki azonban úgy dönt, hogy mégiscsak kér előzetesen időpontot, az ügyfélkapus online időpontfoglaló rendszeren keresztül megteheti. A fokozatos nyitás egyik lépése, hogy mától újra lehet időpont nélkül is ügyet intézni a kormányablakokban. Mostantól tehát azokat az ügyfeleket is fogadják, akik nem rendelkeznek időponttal, vagyis újra életbe lép a sorszámhúzás. Aki azonban a sorbanállást el akarja kerülni, letöltheti a kormányablak nevű mobil alkalmazást, melyen térképen jelzik, hogy az adott ügytípusban melyik kormányablakban mennyi a várakozási idő. Továbbra is lehetőség van egyébként időpontot foglalni azoknak, akik szeretnének. Ezt az ügyfélkapunk keresztül tehetik meg az online időpontfoglaló rendszerben. De akiknek nincs ügyfélkapujuk, az ingyenesen hívható 1818-as számon foglalhatnak időpontot. Azok, akik az oltás után hetekkel sem kapták készhez védettségi igazolványukat, előzetes időpontfoglalás nélkül is felkereshetik a kormányablakokat, továbbá telefonon is kaphatnak tájékoztatást.
Teljes körűen visszaáll a személyes ügyfélfogadás az önkormányzati hivatalban a korábbi ügyfélfogadási rendnek megfelelően. A maszkviselés a hivatali ügyfelek részére nyitva álló területein továbbra is kötelező. Az erről szóló közleményben arra is felhívják a figyelmet, hogy ezzel együtt a hivatal bejáratánál elhelyezett kékszínű gyűjtőládát megszüntetik, illetve hogy a hivatalban tartott házasságkötések a házasságkötőterem befogadó képességének megfelelő létszámmal tarthatók meg. A MÁV és a Volánbusz peronjain sem kötelező már az arcmaszk viselése, a járatokon azonban továbbra is viselni kell, ezt ellenőrizni is fogják, írja közleményében a MÁV csoport, rövid híreink következnek. A járványügyi korlátozások enyhítésével összhangban már nem kötelező arcmaszk használata a szabadtéren lévő peronokon, a MÁV és a MÁV hév állomásain és megállóhelyein, valamint a Volánbusz állomásain és megállóiban. A közösségi közlekedési járműveken, azaz a vonatokon, a híveken és a buszokon, valamint az átutasforgalmi helyiségekben továbbra is viselni kell a szájat és orrot eltakaró maszkot, írja közleményében a MÁV csoport. A maszkviseléssel kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok a nyitott peronon várakozás kivételével továbbra is érvényesek, hívják fel rá figyelmet. A bejelentés napján elfogták a ceglédi rendőrök azt a három férfit, akik egy csemői tanya drótkerítését átvágva tulajdonították el, a gyanú szerint az ott található eszközöket és egy segédmotort. A szomszédja szólt a tulajdonosnak, hogy ritkán látogatott tanyájának drótkerítését valaki átvágta, és az udvaron összekészített vaskupac hever. A ceglédi rendőrök adatgyűjtése néhány órán belül eredményt hozott. Három csemői, egy 27, egy 26 és egy 40 éves férfi került látókörükbe. Elszámoltatásukkor mindhárman elismerték a bűncselekmény elkövetését. Újra szúnyoggyérítés lesz ma a késő esti órákban, most földi, kémiai, vagyis melegköd képzéses. A melegködös gyérítés füstképződéssel jár, amivel a levédendő területet elárasztják. Az alkalmazott irtószer az engedélyezett kijuttatási mennyiség esetén emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, de más rovarokra hat. Ezért kiemelt figyelmet fordítanak a területen előforduló méhek védelmére. A kezeléseket csak a méhek kaptárba vonulása után kezdik meg, és az éjszakai órákban végzik. Vívőanyagként kizárólag fehér olajat használnak fel. A városszerte hallható vadvédelmi gázágyuk miatt indult aláírásgyűjtés. A már több éve visszatérő jelenség ellen most az egyik érintett városrészben lakó Zimonyi Zita kezdeményezett egyelőre a rendőrségi feljelentéshez szánt támogató aláírásgyűjtést. Nem a vadak, madarak elriasztásával, hanem annak módjával vannak gondok. Így fogalmazták meg többen is véleményüket az időről időre városszerte hallható, ágyúlövésre hasonlító hanghatásokról. Az már kiderült, hogy gázágyúk okozzák a zajt. Nagy valószínűséggel nem is egy, hanem legalább három helyen alkalmazzák ezeket. Ezek erős hanghatáson alapuló készülékek, amelyek propánnal, esetleg butánnal, illetve karbiddal működnek. Az időzítő szerkezet szikrával gyújtja meg a gázkeveréket, és a robbanás hangjával riaszt. Az ágyúra hasonlító berendezések általában időzíthetőek, vagy mozgásérzékelővel vannak ellátva. Ezek azonban nagy valószínűséggel nem, hiszen esőben, jégben, éjszaka, vagyis teljesen indokolatlan időpontokban is hallani. Olvasható a közösségi oldalon megjelent több hozzászólásban, és hangzott el a lakóktól az aláírásgyűjtés helyszínén is. Ez már tarthatatlan, ráadásul az emberek nyugodt pihenéshez való jogát is sérti, fogalmazott a mostani aláírásgyűjtés kezdeményezője Zimonyi Zita. Mert itt minden ember arról panaszkodott, hogy éjjel is folytatódik a lövés, hajnalban is ébresztőt tartanak, az állandó feszültség miatt romlik a teljesítmény, állandóan összpontosítási zavarral küzdködnek, amikor reggel elindulnak, idegesek. Senkinek nem hiányzik ez. Ez az ember idejött, idehozta 10 éves ócska karbidágyúját, nem képes újat venni, és mi pedig nem tudunk innen elmenni. Ő pedig nem viszi el az eszközét. Most akkor mi a megoldás? A megoldás egyébként legalábbis részben más módszer alkalmazása lehetne, hiszen a gázágyú mellett vannak csendes riasztók is, ultrahangos, lézeres, vizuális mozgó fémtükör és még több más módszer is a földtulajdonosok rendelkezésére állna.
illetve egy modernebb gázágyú, amit már időzíteni lehet, vagy éppen mozgásérzékelő irányítja a működést. Eddig viszont semmilyen előrelépés nem történt, és mivel ez már véleményük szerint kimeríti a csendháborítás fogalmát, rendőrségi feljelentés is született. Az aláírásgyűjtést is ennek megerősítésére indította el. Egy megerősítő aláírásgyűjtést szerveztünk. Reménykedünk, hogy a rendőrség segít, hogyha nem, akkor demonstrációt szervezünk, békés demonstrációt, hogy figyeljen oda valaki, aki tehetne többet, mint mi átlag emberek, akinek hatalom van a kezében, a hatalmat azért kapta, hogy segítsen azokon, akiknek a léte már elviselhetetlen. Ha ez sem sikerül, akkor a távolabbi tervekben szerepel, ami nagyon nehéz lesz, segítséggel, talán valami Európai Uniós képviselő támogatásáért fogunk folyamodni, elegendő aláírással, hát ha valaki felkarolja ezt az ügyet. Az általunk megkérdezett szakemberek elmondták, sajnos azt is látni kell, hogy nagyon elszaporodtak például az örvös galambok. Ezek pedig ebben az időszakban szinte napok alatt képesek letarolni több hektáros napraforgó földet. Amíg a magok ki nem hajtanak, addig védekezniük kell. Persze valóban nem mindegy, hogyan. Azt is fontos tudni, mondták, hogy a gázágyú használata nem tiltott, és a hanghatás nem lépi túl a megengedett határértéket. A hanghatást egyébként az is csökkentheti, ha az ágyút nem a lakott terület felé fordítják. A hang felerősödése pedig függ a légköri viszonyoktól is. Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Pest megyei kormányhivatal illetékes főosztályát is. Amint válasz érkezik tőlük, azt közzétesszük. Ismét termelői piacnak adott otthont az Ordas közpéntek délután. A Köztét Egyesület által szervezett eseményen helyi termelők várták az érdeklődőket portékáikkal. Sajtok, lekvárok, szörpök és egyedi maszkok is voltak a kínálatban, de a szemfüles vásárlók még fürtojást is beszerezhettek. Zene, szó és számtalan kézműves termék lát a pénteken az Ordas közbelátogatókat. A Köztét Egyesület szervezésében immár sokadik alkalommal mutathatták meg helyi termelők portékájukat az érdeklődőknek. Ékszerek, palánták, különleges sajtok, egyedi maszkok, de még fürt tojások is várták gazdájukat. Ennél az asztalnál például Ibolya saját készítésű lekvárokat, dzsemeket, csatnikat és pesztókat árult. Most ezek a pici kóstolós üvegek a menők itt nálam. Ezeket ugye csak megkóstolják, és akkor nem kell feleslegesen megvenni a nagy üvegeket, akkor tudják, hogy milyen ízűek. Sárga dinnye, karamellás körte és narancsos sütőtök ízű lekvár is volt a kínálatban, de a legkedveltebbek között néhány szokásos ízt is találtunk. Ezek a hagyományosak is, a szilva, sárga barasz, de ezek az újdonságokat is nagyon szeretik, mint a levendulás, fehér csoki, gránátalma, fikokó, az egy ilyen kakaós füge. Voltak, akik már céltudatosan egy-egy terméket keresve látogattak a piacra, de olyanok is, akik csak nézelődni jöttek, mégis találtak valami értékes kincset maguknak a sok áru között. Terve volt, hogy veszünk epret, mert hogy azért most annak van a szezonja, és mindenképpen helyi termelőt szeretnénk támogatni a vásárlással, illetve szerettünk volna szétnézést, mert ugye most elég régen volt az utolsó ilyen alkalom, amikor össze tudtunk jönni, és hát ha esetleg még egy-két dolog beugrik a kosárba, az nem gond sosem, mindig találunk egy-két olyan dolgot, amit még érdemes hazavinni. A felnőttek mellett a gyerekeknek is kedveztek, hiszen bábok és kézzel festett színes dobozok közt is válogathattak. Akinek pedig kedve volt, kipróbálhatta az udvaron elhelyezett játékokat, amíg a szülők beszerezték a különleges kézműves termékeket. Újra megkezdte foglalkozásait a Benedek Péter alkotókör. A tagok a járvány ideje alatt is tartották a kapcsolatot, de néhányuknak nehezebben ment egyedül az alkotás. A jó idő beköszöntével azonban ismét a szabadban festhetnek, rajzolhatnak, ami nagyon inspiráló a művészek számára. Akkor ez a fa, amivel nem fontos, és akkor itt ez csak így értem. Éppen tanácsokkal látja el a Benedek Péter alkotókör tagjait Bakányi Gyula festőművész, a legutóbbi szakkör vezetője. Péntek délután a zsinagóga előtti téren tartotta foglalkozását a rajzkör, amelynek tagjai hosszú kihagyás után ismét a szabadban alkothattak. Az újraindulás azonban nem ment zökkenőmentesen. Most az nehezebben ment sokkal, mint a tavalyi tavasz.
tavaly tavasszal még alakítottunk egy e-mailes csoportot, aminek az volt a címe, hogy csak azért is. És tényleg volt bennünk egy ilyen indulat is, hogy nem hagyjuk magunkat, de így most második alkalomra már nehezebb volt ezt a lelkesedést összeszedni. A járvány ideje alatt kapott feladatok megosztották a körtagjait. Nem sikerült olyan témát találni, ami mindenkinek tetszett volna, sőt ez vitára is sarkalta a társaságot. Szépen lassan bekapcsolódtak az emberek, de hát így nagyon egyenletlen minőség lett. Tehát valaki nagyon jót tudja csinálni, valaki meg bátortalan ebben a rajzolásban. De ugyanakkor például az a nekem, úgy érzem, hogy egy hozadéka ennek, hogy most vitákba bonyolultunk, hogy azok, akiknek nem tetszett az, amilyen feladatot adtam, azok küldtek olyan anyagokat, kiállításról, beszámolókat, videókat, képsorozatokat, amik őket érdeklik inkább, és azzal megmozgatták a csoport többi részét is. A közelmúltban egyébként az Országos Szegedi Táblaképfestészeti Biennáléra is készültek, ahová a rajzkör 5 tagja is nevezett egy-egy munkájával, és bár egyik alkotást sem válogatták a legjobbak közé, szakmai ismeretekkel gazdagodtak. Azért tartjuk ezt fontosnak, mert azt látjuk viszont, hogy az országos élvonal került be erre a tárlatra, és azt is tudjuk, hogy 1000 műből 150-et kellett kiválasztani. Úgyhogy nem tragédia számunkra, hogy most amikor először indultunk ezen a megmérettetésen, bennünket nem vettek be. A bizonytalan helyzet miatt kiállításra még nem készülnek, de várják már az alkalmat, hogy újra a közönséggel együtt csodálhassák az alkotásokat. Maradjanak velünk, Híradónk után Háttér című magazin műsorunkat láthatják, benne vendégünk Kapdebó Ladik Lívia, a Városi Könyvtár vezetője. Ezek voltak legfrissebb híreink Híradóval, legközelebb holnap várjuk Önöket, viszontlátásra!